Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai kis premier összejövetelünkön. Azt hiszem, hogy ha most Rusz József néz bennünket, akkor örömmel néz bennünket. Mert ezt a fajta színházat, ezt nagyon magas színvonalon és nagyon pontosan és nagyon odaadóan valahogy így művelte, mint ahogy Sztarenki Pál elképzelte ma este ezt az előadást. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden évben bemutassunk egy kortárs magyar szerzőt. Így volt ez mind az elmúlt 5 évben, így van most is, így lesz jövőre is. Ha van kortárs magyar darab, akkor lesz majd magyar dráma még 20-30-100 év múlva is. Tasnádi Pista, aki holnap tud csak jönni, az író, nem először jelentkezik ezen a színpadon, még az előző vezetés alatt is játszották a darabját, a Tranzitot, mi pedig elővettük a Made in Hungáriát, én tetszenek rá emlékezni, és most egy ilyen darabot vettünk elő, mint a Közellenség. Talán egy kicsit meghökkentő, talán egy kicsit mondhatjuk, hogy egy színház vezetésétől rizikóba vállalni egy ilyen előadást, de mi a Palival úgy gondoljuk, hogy enélkül nincsen színház, rizikó nélkül nincsen színház. Nyugodtan mondhatom az Alföldi rendezését, nyugodtan mondhatom az Üveganyát, a színésznőket az elmúlt évekből, vagy akár más nagy színpadi produkció, például a Portugált, ami lehet, hogy ugye azt gondoltuk, hogy rizikó lesz valami miatt, mert nem a megszokott, nem a talán elvárt, az a bizonyos konzervatív színjátszás és az a szórakoztatás, hanem egy kicsit más, kicsit talán több. Ez nem azt jelenti, hogy lemondunk arról, hogy szórakoztassunk továbbra is. De minden évadban kell lenni egy vagy két olyan produkciónak, ami kicsit talán mélyebb, ami kicsit talán komplexebb. És az én Pali barátom, akivel a színházat vezetjük, immár 5 éve, az ő igazán expresszív és igazán komplex színházi gondolkodása alkalmas arra, hogy ilyen darabokat elővegyünk, és magam elé gyűjtött olyan nagyszerű alkotókat, mint például színházunk zenei vezetőjét, aki egyben a zongoránál is ült, aki ennek az egész estés darabnak a zenéjét szerezte. Köszöntsük nagy tapsal Máriás Zsoltot!